Ez a 95.8 Sláger FM, Garami Gábor vagyok, és a telefonvonalban pedig már is Varga István, a nyers séf, és ugye a vegánok életében a január az egy nagyon különleges hónap, István, de miért is pontosan? Üdvözöllek, Gábor, és a rádió hallgatókat is sok-sok szeretettel. A január az a vegánuári hónapja, ami már 9 éve, tehát 2014-ben indult Angliából ez a világméretű mozgalom, azóta minden egyes évben egyre többen csatlakoznak hozzá. A tavalyi évben például 582 000 személy iratkozott fel és kapcsolódott ehhez a mozgalomhoz. Mit jelent pontosan ez a mozgalom azok számára, akik még csak esetleg ismerkednek a vegánsággal? Nagyon egyszerűen arról szól, hogy egy hónapig ki lehet próbálni, ilyenkor szakemberek adnak tanácsot, többek között én is országjáró turnéra indulok, workshopokkal, előadásokkal tudjuk segíteni azokat, akiket ez a téma érdekel, illetve minden év elején van a újévi fogadkozás, mindenki életmódot szeretne váltani, és akkor miért ne lehetne kipróbálni a vegán táplálkozás, meg egyáltalán a vegán eszmeiséghez tartozó gondolatokkal is megismerkedni, és akár így is maradni, vagy beépíteni azokat a fogásokat, ami annak az adott személynek úgymond mind az egészségéhez, mind akár a hangulatához, és hát nem beszélve a bolygónkról, a földhöz is hozzáad. István, akkor adj nekem gyorsan segítséget, ha valaki esetleg a mai napon, illetve ebben a hónapban szeretne egy picit ismerkedni a vegánsággal, szerinted hogyan kezdj el, mik legyenek az első lépések? Szerintem a legfontosabb mindig az információ gyűjtés. A mai modern kornak hát van előnye is, többek közt az interneten azért lehet hasznos információkat találni, hogyha valaki a keresőbe beírja például, hogy vegánuári, akkor mind angol, mind magyar nyelven nagyon sok infót találhat, akár a táplálkozással kapcsolatban, akár ezzel az eszmével úgy általánossággal kapcsolatban, és a következő lépésnek pedig azt ajánlanám, hogy az angolok is mondják a puding próbálja az evés, hogyha megvan az info, akkor induljon el az az adott személy ezen az úton, és építsen be minél több fogás lehetőséget, mert itt azért nem csak a táplálkozásról szólhat ez a kozmetikumoktól kezdve, tehát mindenféle úgymond hétköznapunkat kitöltő fogyasztási cikk szempontjából is. Az elmúlt percekben Varga István nyerséffel beszélgettem. Köszönöm szépen, és neked még egyszer boldog új évet kívánok! Köszönöm szépen én is a lehetőséget, neked is boldog új évet, és a kedves hallgatóknak is!